Kettő és fél perc múlva kezdődik az Aegis Körment Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Körmendi Városi Sportcsarnokból. A 20. fordulóhoz érkezett az idei férfi NB1-es csoportos bajnokság. A nyíregyházi csapat jelenleg a 11. helyen áll a tabellán, 7 győzelemmel, 11 verességgel. Az Aegis Körmend a negyedik, 11 győzelemmel, 8 verességgel. Tehát mindössze 3 verességgel van kevesebbje az Aegis Körmendnek, mint a nyíregyházi csapatnak. Úgyhogy ez is egy finom jelzés, egy intés arra a körmendiek felé, hogy nehogy véletlenül azt gondolják, hogy könnyű dolguk lesz. Meg hát intő lehet az ASE elleni itthoni meccs, ugye, amit az utolsó másodpercben sikerült elveszteni az Aegis Körmendnek, és hát a nyíregyházi mérkőzés is, amelyen az akkori hazaiak nyertek egyetlen ponttal. Itt egy nagyon-nagyon érdekes végjáték volt, amit nehezen értelmezhettek körmendi szempontból sokan, hiszen egy pontos hátrányban volt az Aegis Körmend, amikor az utolsó támadása nyíregyháziaké volt, valamivel több volt hátra a meccsből, mint egy támadó idő, és gyakorlatilag végig pattogtathatta a nyíregyháza a támadó időt. Rádobták a labdát, ami nem ment be, de még a lepattanó és az övük élet, és így egy ponttal megnyerték a meccset. Ezt már talán soha nem tudjuk meg, hogy akkor ott miért nem avatkozott bele a játékba az Aegis Körmend, miért nem faltoltak, miért nem másképp történt az a végjáték, de ez már történelem. Most itt a lehetőség a piros-feketék számára, hogy ezt a meccset megnyerjék és a maguk javára fordítsák a mérleget a két csapat tekintetében ebben a szezonban. A nyíregyháziak már a pályán, egy születésnapos labdafeldobás következik majd, és ott van a nyíregyháziak kezdőtösében Kis Benedek, aki unokatestvérével, Kis Mátyással együtt itt nevelkedett Körmenden, és innen ment az akkor még B-csoportos Nyíregyházához kölcsönbe, és bizony komoly része volt abban, hogy a nyíregyháziak feljutottak az A-csoportba, és abban is, hogy nem is állnak rosszul, sőt volt egy nagyon jó sorozata a Hübner Nyíregyházának, egy 5 győzelmes sorozat, és ebben benne volt a Körmend elleni siker is. Ugye nyertek Sopronban, 82-90 volt ott a végeredmény, tehát 8-al nyert Sopronban a Nyíregyháza, ami azért mostani állás szerint egy nagyon-nagyon szép siker, aztán legyőztek minket, körmendieket, aztán a Kaposvárt nyertek Zalaegerszegen, és legyőzték az oroszlányi, oroszlánó gárdáját. Utána viszont jött 3 vereség, majd egy győzelem az Alba ellen, és legutóbb a Sopron tudott nyerni náluk. Tehát visszavágtak a soproniak. És a labda a vendégeké, mutatja Papp Péter, akinek Cipra Csaba és Szilágyi Bálint, a két társa Bognár Tibor, az ellenőr Pető Ákos, a nyíregyháziak vezetőedzője Boris Majkovic segíti az ő munkáját. És akkor Johnsonnál a labda, aki a legfőbb pontfelelős a nyíregyháziaknál, és egy távoli pontos dobás, ami az első kosarat jelenti a mérkőzésen. Pipiras triplájával indult át a pontszerzés. 0-3. White, Gordon, Savic, Stokes és Martinez a körmendi ötösben, és Gordon duplája az első körmendi kosár. Johnson megállítja őt, Gordon egyelőre nem tud betörni, az irányító viszont remekül játssza meg Suarez-t, aki él is a lehetőséggel. Manuel Suarez, chilei válogatott játékos, és nem csak volt, hanem aktív, ma is aktív válogatott játékos. Eredetileg 4 légióssal vágott neki a bajnokságnak a nyíregyházi csapat, közben Savic blokkol, de Tóth Gergely kiszállt időközben, hoppá, sportszerűtlen hibát ítélnek Kis Benedek ellen. 2 dobás és a labda az Aegis Körmendén. Tóth Gergely úgy döntött, aki ugye Körmenden nem kell bemutatni senkinek, hogy inkább
kiszáll, így viszont a palánk alatt sürgős pótlásra volt szükség. Ezért jött az ötödik légiós, közben Stokes bedobja két büntetőt, 4-5, Körmendi szempontból és White dobhatja be oldalról a labdát. White, Savic. White elvállalja a triplát és be is dobja. 5 pontot hoztál. Az égisz körmend ebből az akcióból, illetve a sportszerűtlen faltból. 7-5, már is hazai vezetés a táblán. Mocsán Bálint egyelőre még civilben a kispadon, bár úgy volt, hogy talán már tud játszani ezen a mérkőzésen, de egyelőre nem. És Durázi Krisztófer sem, bár ő is ott van már civilben a padon. Kettő perc telik el a meccsből, Savic a gyűrű közelében és szépen meg is oldja. 9-5-re fordít az égisz körmen. Savicé a falt. pontot dob a Nyíregyháza átlagban, meccsenként 88 és felett kap. Savic második hibája, Johnsontól próbált labdát szerezni. Túl hevesen próbálta ezt tenni. De nem csak Suárezzel egészült ki a Nyíregyháza csapat a szezon közben, Madár András is Nyíregyházára igazolt, 1-es-2-es poszton bevethető játékos, aki a B csoportban játszott legutóbb, Veszprémből vált szabaddá. Sokat vártak tőle Nyíregyházán, hogy jókinti dobásokkal járulhat hozzá a csapat teljesítményéhez. Egyelőre abszolút légiós túlsúly van pontszerzésben nyíregyházi oldalon, hiszen a pontok 90%-át a légiósok hozzák. Stokes első hibája, már 4 csapat hibánál tart az égisz körben. A körmendi oldalon Antonis Konstantinides a vezetőedző, és az a Kocsis Tamás segíti a munkáját, aki ugye épp Pető Ákos ellen meccselt az előző szezon végén az U20-as döntőben. Pető Ákos akkor még ugye az Alba U20-as csapatát irányította. Pipirász 4 pontos, illetve már 5, ezzel a két jó büntetővel 9-7. Szóval akkor ott ellenfelek voltak, és most is azok. Azzal a különbséggel, hogy Pető Ákos most is vezetőedző, Kocsis Tamás pedig ugye segíti Antonis Konstantinides munkáját Németh Leventével karöltve. Savic 4 pontos, 11-7, és egy magabiztos betörés. Pipirász már 7 pontnál tart. 11-9, majd Gordon, Stokes. Gordon kapja, és egy pont, meg egy kosár, jöhet a plusz egy dobás. 4 pontos Gordon. Idegenben mindössze 2 győzelme van eddig a nyíregyházi csapatnak. Ahogy mondtam, Sopronban, illetve Zalaegerszegen tudtak nyerni. Gordon pedig 5. pontját szerzi a plusz egy büntetőből, 14-9, 3,5 perc telik el a meccsből. Gordon blokkol oda, Stokes indulhat, Savic. Gordont játssza meg, és egy zsákolás a vége. 16-9. Johnson egyedül majdnem 30%-át dobja a nyíregyházi pontoknak, egészen pontosan 29-et. Suárez dobja a második kettesét közben, 16-11. Johnson 29, Bryce 27%-ért felel az eddigi nyíregyházi pontokból,
Hát ez együtt 56%. És ha ezt hozzátesszük még Ledei 14%-át, akkor az 73 játékostól. Gordon 9 pontos. Egyébként Pipiras a negyedik pontszerzésben Nyíregyházán, Suárez az ötödik, és utánuk első magyarként Kis Benedek jön. Kimarad a betörés után a Félix zsákolás, Félix Itzer, marad a 18-11. White. Szép betörés, és tiszta az Itzer. Malik White 5 pontos, és Pető Ákos gondolja úgy, hogy időt kell kérnie. Lassan a negyed feléhez érünk, 20-11. Egyre hangosabb a körmendi B-közép. Szurkolásra most sem lehet panasz. És azt nézzük a statisztikában, hogy hogy sikerülnek a csapatoknak az első negyedek, akkor azt láthatjuk, hogy a Nyíregyháza az első negyedben dob átlagban 21,7 pontot, és kap 21,9-et, tehát mindössze 2 tizeddel veszíti el általában az első negyedeit. Hát akkor ezt az első 5 percet most sokkal inkább, tehát persze messze még a negyed vége. Az Aegis Körmend viszont 19,5 pontot termel átlagban első negyedenként, ezt már most sikerült túlszárnyalni 5 perc alatt. Johnson. Martinez megy vele, és lökte valóban, hoppá, Johnson elesett a reklámtábla szélében, sarkában megbotlott, reméljük, hogy semmi komoly. Baj nincs, az ítélet jogos, jöhet a két büntető. Martinez Ralf kap pihenőt a második falt után, Takács Kristóf áll be. Első büntetője cson nélkül bent van. Eddig csak Pipiras és Suárez szerzett pontot. Johnson megáll egynél. 20-13. Stokes, White. Savic tovább. Stokes, Pipiras állítja meg őt. Stokes elvállalja középtávolról, a lepattanó pedig Kis Benedekhez pattan. Johnson lódul meg, Savic már nem nagyon mer odaállni keményen, viszont a lepattanót megszerzi Gordon. Stokes. Gordon lép be, és Kis Benedek mellett abszolút fölényben volt magasságban. 11 pontos már Wesley Gordon. 22-13 a körment pontjainak felét a center szerezte. Nyilván Pető Ákos palánk alatti védekezéssel annyira nincs megelégedve. Még akkor sem, hogy a támadásban a magas emberei eredményesek, mint például most Suárez, akiről ezt is tudták már annak idején, hogy távolról is jó keze van. Hát ezt most igazolja. 22-16. Pipiras és Suárez 7-7 pontos. Sarokba Whitehoz, Savic, nem jó a tripla, Takács is ment a pattanóért, de megint Kis Benedeké a labda. Suárez. 2-8, Gordon odapiszkált, de Fart nem volt kosár, viszont van. 9 pontos már Suárez, 22-17, zárkózik.
a Nyíregyháza. White emeli be a triplát megint, 8 pontos. Ő nagyon jó triplázó. Johnson egyébként a legjobb pontszerző a Magyar Ligában jelen pillanatban. 24,11%-os átlaggal meccsenként. Megint távolról Suárez, ez nem jó. Stokes viszi el a labdát. Föladja Gordonnak, és egy alley-oop. 13 pontos már Wesley Gordon. Kubicka a palánk alatt a szerepében. 27-17. Johnson nem jó. Suárez-i a lepattanó. És ezt Benyőtri megdolgozott érte keményen, 11-nél tart. Stokes 27-19. Savic Stokes távolról. Bent van ez a tripla is. 5 pontos Kamon Stokes. 30-19. Egyelőre szárnyal az Aegis körben. Suárez. Rice. Suárez, nem volt jó az a passz. Megint a tábla van útban. Kettős csere. Gordon és White kap pihenőt, Ferenc Csaba. És Jalen Henry áll be. Az Aegis körmentben Kis Benedek kapott pihenőt a másik oldalon. És egy újabb csere is jön majd. Ferenc. Stokes megint távolról, ez nem jó. Beleüt Henry, de a lepattanó a nyíregyházi, oké. Kozák Bertalan állt be a nyíregyháziaknál, és Pipiras szerez egy újabb duplát, 9 pontos. Pipiras és Suárez együtt 20 pontot dobtak. Azt az egyet ugye Johnson tette hozzá. Savic. És ez volt az ütés. Nigel Johnson. Saturday érkezik a pályára. Egy újabb távoli Ferenc Csabától. Letette a névjegyét a körmendi kapitány. 33-21. És egy falt. Johnson újra a büntető vonalon, megszerzi második pontját. Van még 45 másodperc, White. Takács. Henry kéri el. Igen, egy kicsit rájátszott a nyíregyházi játékos a támadó faltra. Mutatta is Cifra Csaba, hogy ez nem figyelmeztetés, megtörténik. Krivacevic Márko kér cserét hazai oldalon, és váltja Stefan Savicsot. Már a 9. körmendi játékos, aki pályára léphet. Itt van még Kenész Csaba, Kis Mátyás és Herceg Kristóf, aki ugye egy hete debütált, és az utolsó percen belül a pályára lépve lepattanót szedett, faltot harcolt, kibedobott két büntetőt. Biztos, hogy nem felejti el ezt a meccset. Henry!
2 pontos, 35-23, rengeteg körmendi pont az első 10 percben. Mondjuk a 23 sem kevés, ha úgy vesszük. De a 35 kapott nyíregyházi oldalon az sok. Zák még tovább tudta passzolni, és Bryce megszerzi első pontjait. 3 másodperc, White elengedi még, rövid egy kicsit, 35-25, tehát az első 10 perc után az eredmény. Van pont az első 10 percben, 35-25, tehát az állás innen folytatódik a meccs. Ferenc száll bele ismét, egy kicsit hosszú, és kié. Hát innen úgy tűnt, hogy Bazsó Brunóról ment ki, de közelebb állt Szilágyi játékvezető, határozottan mutatta, hogy a vendégek jöhetnek. Johnson. Takács igyekszik őt föltartani a labda felhozatalban. Price. Ledej, tovább Johnson. Ledej. Ó, mekkora sapkát kapott Ivacsevics-től. White, tovább Takács lép be. Ferenc a sarokban. És ott a tripla. A második hármasa Ferenc Csabának. 38-25. Ledej teszi tovább. Bazsó. Price. Takács második hibája. A második negyed a Nyíregyházánál a legerősebb, ha az eddigi meccsek átlagát vesszük. A második negyedben egyedül pozitív a mérlegük, ezt 0,8 ponttal átlagban megnyerik. És ott van egy tripla, Bazsó Brunó. Krivacsevics. White kéri el. Henry távolról, nem jó tripla. Krivacsevics elüti, ki lesz? Az övé. Ez így viszont akkor már a nyíregyházi, aki a váltakozó labdabirtoklás szabály alapján a nyíl most körmendi gyűrű felé mutat, a vendégek támadhatnak. Na nézzük, Johnson 38-28-nál. Wow.
Rice tovább, kis. Rice kapja tisztán hármasra, ez nem jó, és a lepattanó Henry kezében. White. Takács. Ferenc. Kis Benedek állította meg őt. Rivacevic, hoppá, kiperdül a kezéből. Kis megmenti, nem hagyja, kiindulhatnak a nyíregyháziak. Ferenc piszkált oda. És kettő dobás. Szatledei. Egyelőre pont nélkül, és most már megvan az első. A testvére egyébként a Partizán Belgrád játékosa. Szatledei. Henry. Krivacevic szerzi meg a lepattanót. Aztán egy kis helyet keres magának, de blokkolják. Teljes nevén Zachary Vincent Ledey, a testvér. Megjárta az Olimpiakoszt, a Zalgirist, az Olimpia Milánót, és most a Partizán Belgrád játékosa. Az Atlanta Hawks nyári ligás játékosa is volt, tehát Szent Ledey testvére. Na nézzük, Ferenc Csaba. Bent van. 8 pontos. Körmendi kapitány. 40-29. A harmadik perc végén járunk, a második negyedben. Johnson. Egyelőre őt sikerült féken tartani a körmendieknek. Mire kimondom, megszerzi az első dupláját. 5 pontos, 40-31. White elpasszolja, Johnson indul. Henry megy vele. Johnson kivár egy ütemet, és már is egy újabb duplát rámol be. 40-33-nál körmendi időkérés. És akkor itt a folytatás, Takács Kristóf viszi fel a labdát. Megvolt tehát az első hazai időkérés is. 40-33-nál. Henry távolról nem jó, de Gordon megszerzi a lepattanót, oda passzolja Ferenchez, őt megblokkolja Suarez. Johnson. Egyre inkább kezd magához térni a nyíregyházi csapat, Rice. Kis. Be. Johnson, 4 másodperc. Nem jó a passz, indulhat az Aegis Körmend. White. Egy tiszta zicser a vége.
10 pontos volt. Savic jön Henry helyére. Cserélt az Aegis körben. 42-33. Rice. The day. Ellépte. Újabb csere, Ferenc Csaba helyett Camus Stokes a pályán. 42-33-nál, tehát újabb hazai támadás, az ötödik percben járunk a második negyedben. White, Gordon, Suarez mellett, és Falta együtt oldja meg Wesley Gordon, 15 pontos már. Csere lesz vendég oldalon. Ráadásul kettős csere. Lodei és Price megy le. Szóval ez második hibája volt ez. Visszajött Pipiras és Bazsó. Gordon. A plusz egy is bent van. 16 pontos már Wesley Gordon. 45-33. Johnson, újra 10 fölött állt a különbség. Savicsi a lepattanó, nem. Kis Benedek vitt el. És pontokra is váltja. 45-35, most vagyunk a negyed felénél. Stokes. Savic üresen, nagyon megnézhette a gyűrű, de a második szándék az ritkán jön be. Most sem. Johnson. Pirász. Egy passz csellel elindult Takás faltól, és neki ez már a harmadik. Takás Kristóf helyett jön Martínez Ralf. Pirász pedig elérheti meg is. Lépheti a 10 pontos határt. Hogy eléri, az már tény. 10 pontos ezzel. Egyelőre marad is ennyinél. 45-36. Stokes. White. Martinez. White. Lövi a hármast, ez nem jó. Volt még 11 másodperc. Kis Suarez. Gordon nem tudja megakadályozni. 13 pontos. Meni Suarez. 45-38. 5 ponttal beljebb most. Ez egy csúnya falt. Hát, ez kézre ment hátulról. Sok köze a labdához nem volt Johnson faltjának. Ferenc Csaba vártja Malik White-ot. Stokes dobhat 2-t. Come on, Stokes 6. pontját szerzi. Aki egyébként nagyon jó gólpasszadó, még ezt a büntetőt ki is hagyja. 4. a teljes magyar mezőnyben, meccsenként több mint 5,5 gólpasszal. 46-38. Savic faltól, és neki is a harmadik lesz, de még dobás előtt. Így is 2 büntető. Nézzük, kikapja Pipiras.
összezárnak a körmendiek. Hát igen, volt ott lökés. És kap egy technikait a körmendi pad. Martínez is a harmadik hibáját kapta. Suárez bedobja az egy büntetőt a technikaiért, és akkor jöhetnek Pipiras büntetői. Egynél tart Pipiras. A második is cson nélkül bent van, 12 pontos, 46-41. Kettő perc sem kellett, és 7 pontot faragott a hátrányából a Nyíregyháza. Ferenc, 8 másodperc még. Savic kéri el, még 4 másodperc. Dobni kellett, és Savic bedobja. 6 pontos ezzel, 48-41. Rice. Pipiras. Bazsó futott fel a labdáért. Rice. És csak-csak megoldja. Négy pontos Price, 48-43. Stokes. Savic. Nem jó hármas. Viszont jó Suárez kizárása. Így a lepattanó megint a vendégeké. Egy ritmusváltás. A dobás azonban nem jó. Savic szedi le Stokes. Nagy most az iram. Fox harcol ki kettő dobást. És Bazsóval ütközött a betörésnél. Thomas Fox jön vissza Henry Savic helyére. Pap Péter és Antonis Konstantinides beszélik meg a történéseket. Mutatja, hogy három játékosa van már három faltal. Gondolom erről szólt a diskurzus. Bazsónak kellett lemenni, valószínűleg ápolásra van szüksége az ütközés után. Stokes a könyökét fájlalja. Dobja Stokes, még egy kicsit szerencse kellett is hozzá, 49-43, 2 perc és 22 másodperc még. Bent van a második is, 8 pontos Stokes, 50-43. Johnson. Price. Suárez. Rövid. Hoppá, kiért hozzá Martínez. Pipiras mutatja, hogy akkor új 14-et kellene adni, mert láb volt. Ha Péter oda megy a zsűri asztalhoz, Bernard Tiborhoz. Őszintén szóval innen is úgy tűnt, hogy akkor láb, akkor viszont Pap Péter elmondja Pető Ákosnak, hogy mi is a folytatás, és ha így van, akkor időt kér Pető Ákos, tehát Nyíregyházi idő, 2 perccel az első fél idő vége előtt.
akkor marad a 2,9 másodperc, és alapról jöhet a Nyíregyháza. Johnson dobja be. Hát ebből már nem lesz dobás. Nyíregyházi jó dobás, legalábbis nem. Stokes, hiába volt az időkérés. Ferenc. Stokes. Kismenedeké a falt. Ferenc. Gordon. Most azért termetben hozzá jobban élő védője van Suárez szemében, de Suárez faltal. 50-43-nál Wesley Gordon dobhat büntetőket, amikor cserél a vendégcsapat. Suáreznek ez volt a harmadik hibája. Panda Dávid érkezett a helyére. Gordon pedig már a 17. pontját szerzi. 51-43. Megvan a 18. is. 52-43, másfél perc. És egy technikai Stokesnak színészkedésért mutatja Papp Péter. Egy hete ugyan ilyen ítélet volt, hasonló esetben. Bryce eldobja a büntetőt, de egyelőre még nem kellett volna, mutatják neki. Antonis Konstantinides beszél valamit Papp Péterrel, hogy mi volt ez, vagy miért volt. Stokes megkérdezi a padtól, hogy mit lehet akkor csinálni. Próbálom visszanézni mindig, ahol még most tart majd ott a közvetítés. Hoppá, meglőtték Stokes-t. Hát egy az egyben ellőtték, két kézzel lőtték őt el, és ő kapott színészkedésért technikai. No. Johnson, 52-44. Pipiraz. Panda, nem jó. Martinez a lepad. Stokes. Stokes végig, és be is dobja. 10 pontos Stokes. Johnson. Rice, Ferenc lökte meg, falt nincs, kosár van. 6 pontos Bryce, körmendi időkérés. Hatalmas csata volt Szolnokon, ahol két volt körmendi vezetőedző gárdája mérkőzött, meg a szolnoki olajbányász és az Albafehérvár Gáspár Potocsnik csapata. Volt most a szomorú, hiszen az Alba nyert ebben a pillanatban. Látom a közvetítést. És egy nyíregyházi falt.
megy le. Lödé állt be. Stokes első büntetője ezúttal lejön. Matthias Szolnert csapata nyert, tehát Szolnokon 3-mal lehet, hogy körmendi szempontból ez most annyira nem is jött jól, hiszen még sűrűbb a közép mezőny. 10 győzelem, 10 vereség most az Alba mérlege. Szolnok tehát pedig begyűjtött egy újabb vereséget, az ötödiket. 13-5-tel állnak majd ezután. No, nézzük ezt a meccset, fél perc még, 55-46-nál. Lödé, nem jó a tripla, Cordoni a lepattanó. Van egy támadásnyi idő hátra. White. Cordon ad egy blokkot, White megy végig, és be is dobja, van még 5 másodperc. Johnson, és kap még egy blokkot Gordontól, 57-46, 11 pontos körmendi vezetés, tehát 20 perc után. Alig több mint 2 perc, ahogy a képen is láthatják a kedves nézők, és folytatódik a mérkőzés, 57-46, sok pont, de ez még nem jelent semmit, ez a meccs egyáltalán nem dőlt el. Lepattanózásban egyébként hatékonyabbak a vendégek, 14-12-re vezetnek ők a lepattanók tekintetében. A duplákból hasonlóan tüzelnek, bár egy kicsit ott a körmendiek jobban állnak, 17-13, 17-13 a körmendiek mérlege, 19-12 a Nyíregyházáé. A 3 pontosoknál más az arány, az egész körmend 14 triplát dobott rá, ebből 5 ment be, a vendégeknél 6-ból 3, tehát 50% a mutató. 10 körmendi büntetőből 9 ült, ez viszont sokkal jobb, mint az elmúlt hetekben, amit mutatott a csapat, a nyíregyháziak 13-ból 10 büntetőt dobtak be. Mindössze 2 támadó lepattanója van az Aegis Körmendnek, igaz, hogy 2 van a nyíregyházának is, viszont ők védőből 2-vel többet szedtek, 12-t, míg a körmendiek 10-et. A lepattanózás tekintetében egyébként Wesley Gordon az egyik leghatékonyabb játékos a teljes magyar bajnokságban. Támadó lepattanóban a legjobb 3,8-es átlagban, összes lepattanóban második 8,4-jel, védő lepattanóban a 11. 4,6-tal, és vezet blokkok tekintetében több mint másfél blokk a mutatója meccsenként. Suárez egyébként védő lepattanóban az 5. 5,18-al, tehát ő is jól lepattanózik. És Price is védő lepattanóban a 9. közel 5 lepattanóval meccsenként. Gordon. 20 pontos. 59-46. Johnson. Price. Suarez, Price. Egy távoli, ami nem jó. Ferenc Csabályi a lepattanó. Stokes. White. Gordon ment oda egy blokkra. White elindul Suarez mellett, de ez nem volt jó kísérlet. Lehet, hogy ebből többet ki lehetett volna hozni ebből az akcióból. Marad az 59-46. Suarez második szándékból, és bedobja. 17 pontos. 59-49. Stokes. Szóval még egy kicsit visszautalva a Szolnok Alba meccsre, az Alba is nagyon-nagyon kapaszkodik Gordon. Másodszorra felteszi, nem jó, harmadszorra viszont bepöcköli White kísérlete után. 22 pontos Gordon, 61-49. Suarez. Johnson.
Tsitsipas az ő lábáról megy ki. Stokes megszerzi a labdát Bryce, és egy tiszta az ittszer a dolog vége. Most pontos Bryce, 61-51, Stokes. White. Harry. Stokes kéri el, Harryvel az összjáték, és másodszorra bent van. 4 pontos Jalen Harry. 63-51. Egy falt. Stokes harmadik hibája. Legutóbb tehát 95-94-re a Nyíregyháza nyert az Aegis Körmend ellen, előtte 2016. február 27-én mérkőztek a csapatok, és akkor idegenben az Aegis Körmend volt a jobb. 84-90 volt ott a végeredmény. Johnson 9 pontos, 63-53. Ferenc, egy blokk. A körmendie ki a labda. A Ferenc is hozzáér, de valószínűleg már a nyíregyházi játékos előtte kilépett. Alapról jöhet tehát a hazai csapat, 11 másodperc támadó idő. És a falt még bedobás előtt. Pipiras. Január 29-én, tehát ezen a napon 2013-ban az akkori Lami Védkörmend az Alakerembe az ETH-et fogadta, 94-89 lett akkor a végeredmény. És ezen a napon hazai pályán a körmendi csapat nem vesztett meccset még a bajnokságban. Most viszont egy labdát, igen. Rice marad a 63-53. Szép labda, és Pazsó szerzi meg ötödik pontját. Szemfülesen ott volt a gyűrű alatt üresen. 2005-ben a Pécset győzte le a Mark Körment 74-62-re ezen a napon. Ferenc, ott a tripla. 11 pontos a körmendi kapitány, 66-55. Középtávolról nagyon pontosan, 11-nél tart már Johnson is, belőtte magát. Stokes, majdnem megszerezték a vendégek, Ferenc, 10 másodperc még Stokes, és egy támadó hiba, rossz blokk. Özli Gordon első hibája. Aztán, ha még hátrébb megyünk az időben, január 29-én 95-ben játszottak egy Mark Körment-Csepel Kordax mérkőzést, azt 90-50-re nyerte az akkori körmendi csapat. És egy újabb hazai hiba. Harry. '83-ban pedig a körmendi Dózsa MT a Bajai SK-t verte 85-69-re, szintén január 29-én. 77-ben pedig a Videótont 92-76-ra. Gordon blokkol, alapról jöhet a Nyíregyháza, 2,5 másodperc. Ez volt tehát a legrégebbi bajnokia január 29-én a körmendi csapatnak, akkor még Dózsa MT néven.
el tudta még dobni, és be is tudta dobni a 2,5 másodperc, elég volt Price-nak. Aki ezzel szintén eléri a 10 pontot, 66-59, egyre közelebb a Nyíregyháza, Stokes, és megint egy támadó hiba. Ugyanúgy, mint az előbb, Leslie Gordon ellen. Bryce egyébként most élt el a tized, de ő is nagyon jó pontszerző amúgy, majdnem 21 pontos átlaga van a teljes hazai mezőnyben, a harmadik legjobb pontszerző. Bemondják a körmendi drukkerek a 3 másodpercet, Szilágyi Bálint meg is fújja. Kicsi komikus a dolog, Papp Péter megy oda a körmendi padhoz. Egy technikai mile volt Antonis Konstantinides ellen, nyilván nem akarja megkapni a másodikat. Egy eltiltása már volt, mutatja Stokesnak a vezetőedző, hogy mit kell csinálni. Henry teszi tovább, White. Gordon, Stokes. Stokes teszi föl, és nem is van. 13 pontos. 68-59, 4,5 perc még a harmadik negyedből. Johnson. Elvállalja távolról, megjött az önbizalma. 14-nél tart már az első félidőben. Összesen szerzett 7 pontot, most ebben a negyedben ugyanannyit hozzá pakolt. White, Gordon. Bazsó lépett oda. Szabálytalanul, most már nincs, van 2 dobás és 1 falt, Bazsó Bruno neve mellé. Suarez le, Lödé áll be. Leslie Gordon. Viszont 3 pontos már. És a 24. is ott van. 70-62, 4 perc még a negyedből. Johnson. 4 körmendi játékos 3 hibával. Pipirász. Lépés hiba. Johnson egyébként a legjobb pontszerző a teljes magyar mezőnyben, 24,11 százados átlaggal, valóban pedig a második, tehát a hasznossági mutatóban több mint 27-es értékkel a második legértékesebb magyar bajnokságban játszó játékos. Ferenc kapja. Gordon, White. 3 másodperc. Kereste a kontaktot. A dobás nem jó. Rice. Ez megfalta, együtt jó. White-nak volt már néhány nem túl jó döntése a meccsen. Stokes pedig a harmadik hibáját kapta. Sőt, a negyediket, bocsánat. Bryce pedig 12 pontos, és még egyet hozzátehet, 70-64-nél. Meg is teszi, 13-nál tart Bryce, 14-nél a tábla szerint. Savic, 70-65. Harry. Ferenc lépett be, de nem kapta. Kicsit most akadoznak a körmendi támadások, 70-65. Johnson, van még 2 perc, 50 másodperc a negyedből. Lödej tette tovább, ő kapja vissza, ráviszi Gordonra, aki blokkol, és a lepattanó Lödej, és bedobja. Az első duplája volt Seth Lödejnek,
de ezzel 70-67 három pontra zárkózik a Nyíregyháza. Kettő perc, 40 másodperc még a harmadik negyedből, és mindössze 3 pont a hazai előny. 11 is volt a negyed közepén, 66-55-nél, most 70-67. Ferenc. Összeszedettebb támadás, és jobb védekezés kell a hazaiaktól, és egy blokk, amit White kap, Ferenc viszont visszaszerzi a labdát. Schweit ott van elől egyedül, és behúzza. 14 pontos Malik White. 72-67. Johnson. Na nézzük azt a triplát, ez is bent van. Bryce. 17-nél tart már, 72-70. White. Hát ez a negyed alaposan a nyíregyháziak felé billen. Henry, 6 pontos. Johnson. Pipiras. Csont nélkül szinte. 15 pontos Pipiras, 1 pont csak a különbség. 74-73. White. Henry. Savic. És egy falt. Kusiván a kapitány kapja ezt a hibát. Alig több mint egy perc még a harmadik negyedből, és teljesen nyílt a meccs. White, Ferenc, Gordon, White. Gordon tovább, Henry, és egy zsák. Hetve 6-63, 45 másodperc még a játék részből. Johnson. Nagyon egyedül Bryce a sarokban, és bevágja a triplát egy dobócsel után. 20 pontos Bryce, egyenlít a Nyíregyháza, 76-76. White, Savic. Ferenc. White. 8 másodperc még a támadó időből. Henry maradt tisztán triplára, ez is bent van. Jalen Henry most 7 pontot rámol be zsinórban, 79-76. Johnson. Savic blokkol, 3 ponttal vezet az Aegis körben, de ez nem életbiztosítás, így 10 perccel a meccs vége előtt. Thank you.
statisztika szerint az Aegis Körmend a legerősebb negyede a harmadik. Ezt szokta a legnagyobb különbséggel nyerni, nyilván átlagban a körmendi csapat. Hát ez most ma egyáltalán nem így van, nem így volt. 30-22 a harmadik 10 perc a négyegyháziak javára. Ezzel tették teljesen nyíltá a meccset, nem mint hogyha addig lefutottnak tűnt volna. 79-76. Innen jön a folytatás. És ahogy említettem, minden egyes győzelemnek és minden egyes vereségnek nagyon nagy jelentősége van. Az Aegis Körmend mögött a Kaposvár 10 győzelemmel, 8 vereséggel, a Deac 10 győzelem, 9 vereség, az Alba most már 10 győzelem, 10 vereség, illetve bocsánat, 11 győzelem, 9 vereség. Szóval az Alba is nagyon-nagyon jön fel. Johnson. Hát ő is nagyon jön fel az első fél időhöz képest. 16 pontos. 79-78. White. Sokáig kézben tartotta, úgy tűnt a meccset az Aegis Körmend. Elhúzni nagyon nem tudott. Többször volt 10 fölött a különbség. Kihagyja a triplát. White. Henry visszaszerezte a labdát, még akkor is, ha majdnem el is adta utána. Ferenc, Henry a sarokból, megint. És ezt a triplát is bedobja Jalen Henry, most csak ő, aki betalál. Ha jól számolom, zsinórban 10 pontot termel. 82-78. The Day, és ez is bent van. Sokkal magabiztosabban, bátrabban dobnak a nyíregyháziak, mint az első fél időben. 82-80, Ferenc. White. Suarez mellett megy be, és kap egy blokkot. Ez megint egy rossz döntés volt, meggyőződésem a körmend irányítótól. És sportszerűtlen hiba a dolog vége. Az imént góljó plusz egy, és Stokes negyedik hibája. Most a gyors indításnál visszanézi Pap Péter, de elsőre sportszerűtlen hibát ítélt Savic ellen. Malik White 14 ponttal járult hozzá a csapat eddigi eredményéhez, de támadásban őt érzem leginkább gyenge láncszemnek ezúttal ezen a meccsen. Hátra van még 8 perc, 37 másodperc, tehát nagyon sok. Savic 4 falt, Stokes 4 falt, Martinez és Takács Kristóf 3 falt, és maradt a sportszerűtlen? Igen. Közben a táblát néztem. Hát itt a lehetőség a nyíregyháziak előtt, hogy ne csak egyenlítsenek, de át is vehessék a vezetést, akár. Savic letakás be. Takács Kristófnak is 3 faltja van. Johnson első büntetője bent van, 17 pontos. Madár András játékban. Ő a Szolnok ellen nem tudott bemutatkozni, az a meccs elmarad. Most viszont igen. És egy zsákolás. Lödej. 7 pontos, ezzel vezet a Nyíregyháza. 82-83. White. White újra. Vagy még mindig. Henry nem passzolta tovább Ferencnek, 10 másodperc még.
Takács a sarokban 3 másodperc és egy falt. Madár András első hibája. Vaj dobja be, Ferenc kapja, és dobja is, és be is dobja. 13 pontos Ferenc Csaba. 84-83 újra, Körmendi elő, Johnson, Suárez, Ferenc piszkált oda, Szilágyi Bálint mutatja a faltot. Az az érdekes, hogy az első fél időben ennél sokkal keményebb kontaktokat elengedtek. Kétségtelen, hogy ott maradt Ferenc Csaba keze. Az első fél időben a gyűrű alatt volt lökdösödés, taszigálás, ez mehetett. Most a kisebb érintkezések is faltot jelentenek, és egy nagyon szép nyíregyházi támadás. Rice 22 pontos már. 84-85. Vendégvezetés. White. Henry megy tovább, Takács, bent van. Takács Kristóf első pontjai. 86-85, 7-es perc még. Meg egy pici. Johnson. Nem jó hármas, de a lepattanó. A nyíregyházi a kép. Bryce szedte össze, Madár. Le Dézsákol. Magabiztos, lendületes nyíregyházi támadójáték, 86-87. White kapja. Ferenc, Johnson állítja meg, Ferenc pedig bevágja a duplát. Ha nem megy közelebb, akkor bedobja középtávolról. 88-87, egy ide, egy oda. Johnson, ez is bent van. 19 pontos Johnson. Mondom, az első fél időben 7 pontja volt összesen. 88-89. Henry, Ferenc. Nagyon éles a harc. Egy-egy elrontott támadásnak komoly szerepe lehet. És Suárez kap egy faltot. Neki is a negyedik. Ez is egy kicsit szigorú ítéletnek tűnik. Innen fentről. Kettős csere, nyíregyházi oldalon. Bozsó és Piperász jön vissza, Madár és Suárez megy le. Suáreznek a harmadik hibája volt, ha nem ezt mondtam volna, akkor elnézést. Ferenc. Nagyon messziről, de már fogytán volt az idő. Gordon gyűjti be a lepattanót. Ferenc futott be, de Henry hátrapasszolt Whitehoz. 88-89, egy pontos vendégvezetés. Ferenc, dobni kell. White engedi el, és bent van. Malik White az utolsó pillanatban. 90-89. Johnson. Takácsé a falt. És Takács Kristófnak is a negyedik. Most már hárman vannak ennyi hibával a körmendiek. Időkérés.
jön a vastaps, és az álljatok föl a nézőtérről, és Suárez neve mellett megint négy falt a táblán, akkor először mondtam jól, aztán valamiért visszaállították háromra, de most újra négy személyi hiba, és a statisztikában is négy van chilei játékos neve mellett. Rajta kívül viszont csak három nyíregyházi játékosnak van két hibája, Johnsonnak, Kisbenedeknek és Bazsó Brunónak, tehát falt problémái amúgy a nyíregyháziaknak nincsenek. Körmendi oldalon viszont Stokes, Takács és Savic is négy falttal bír már. Bryce 90-89-nél nyíregyházi támadás, tehát Bryce. Henry él bele a labdába és letelik a támadó idő, de megszerezte közben a Körment, de későn szerezte meg Takács Kristóf. Egy akció nincs belőle, oldalról jöhet a hazai csapat. Túl vagyunk a negyedik negyed felén. Egyetlen egy pont a különbség. White. White tör be, és kihagyja, és Gordon nem tud duplázni. Pipiras. Lede, Johnson hátul, Pipiras mutatja, hogy tessék, itt van Bryce a túloldalon, 4,5 perc sincs. Johnson. Egy óriási blokk Gordontól. Ott a falt Pipiras, neki még csak a második, nincs különösebb következménye a dolognak, a csapatnak is a harmadik. Jön vissza Suárez. Ledej kap pihenőt. 4 perc 14 másodperc 90-89. Gordon. White. Ferenc. Gordon. 6 másodperc még. Na igen, rá kell vinni, így van Suárezre. 4 poltja van. És Gordon meg is teszi. 26 pontos. 92-89. Már 4 perc sincs hátra. 3-50. Johnson. Hogy ide szép volt. Más kérdés, hogy a befejezés hibázott Pipirasztól. White kérdezi meg Konstantinides mestert, hogy mit játszon a csapat. Henry. Ferenc. Mutatta Henrynek, hogy jöjjön már. Henry inkább elkéri, 4 másodperc. Hát volt ott némi taszigálás, de Henry megoldja. 16 pontos. Jalen Henry nagyon-nagyon hasznos. Itt az utolsó negyedben. 94-89, de több mint 3 perc van, még nem dőlhet hátra az egész körmet. Ott a falt, White. És neki az első hibája. Egy kiosztás Bazsóhoz, és jön a tripla Bazsó Brunótól. Hidegvérrel beveri. 94-92. Henry. Bazsója falt. Gordonnal szemben. Ez még belefért mezőnyben. Nincs még büntető, ez a negyedik csapathiba. Nyíregyházi oldalon jön vissza Stokes, 4 falt ide vagy oda, hiszen Takács Kristófnak is annyi van. Mutatja White-nak, hogy mennyi a barátom, majd én bedobom. 2,5 perc. És 2 pontos körmendi vezetés. Stokes. Nagyon éghetett a feneke alatt az a kispad, és egy triplával jön vissza Stokes a pályára. 97-92. Johnson. Pipiras. Bazsó, hozzáér egy körmendi láb.
új 14 a nyíregyháziaknak. Alig több mint 2 perc, vendégidőkérés. Elképesztő a hangulat. 2 perc és 2 másodperc a hátra. 97-92. Egyelőre a vendégek még nem érkeznek, már jönnek az időkérés után. Egyébként van bent még 2 körmendés, 1 nyíregyházi idő lehetőség lesz szerintem még időkérés ezen a meccsen. Bryce dobhatja be. Johnson is jön, Suárez is jött. Henry! Kilöki őt Pipiras. És a fájós vállára esik Jalen Henry. Reméljük nem komoly a dolog. 3 légiós társa rohan fölsegíteni őt. Kettő másodperc ment el mindössze a hátralévő 2,2-ből, tehát pontosan 2 perc van hátra. 97-92, Jalen Henry dobhat. Pontos már Henry. De első félidőben 2 pontja volt. Az is 2 büntetőből az első negyedben. Ez is bent van, 18 pontos. A támadásban rá támaszkodhatott az Aegis Körmendit a nehéz pillanatokban. 99-92, Johnson. Pipirasnak közelebb és Gordon blokkol. White, 1-40. A végéig. White adja föl, de nem volt egészen pontos a labda Gordonnak. Henry, Ferenc, odaért a védő, 8 másodperc van még. White. Hát ezt már nem lehetett nem lefújni. White azt hittem megint belekeveredik egy nagyon-nagyon rossz helyzetbe. De ezzel a Pipiras falttal ki is jött belőle, és Pipirasnak is a 4. hibája ez már. Hát azt elmondhatjuk, hogy Pető Ákos csapata a frászt hozta itt a körmendi közönségre a második félidőben. Ez biztos. De most már a 100. körmendi pontot várja a publikum. Még a takarítás miatt erre várni kell. Aztán White mehet a vonalra. Mindössze 2 büntetőt rontott el eddig az Aegis Körmend, ugye az Ase ellen 13 maradt ki. És megvan a 100. körmendi pont, Malik White szerzi. 192. Második is bent van, 101, 18 pontos White. Johnson, Pipiras. Pipiras távolról, Suárez szerzi meg a lepattanót. Johnson kapja Bryce-tól.
meggondolta magát Johnson, inkább lepasszolta, most viszont elvállalja, nem jó. White ér hozzá, belül vagyunk az utolsó percen, 9 pontos körmendi vezetés. Itt már talán nem túl nagy könnyelműség kimondani, hogy eldőlt, de hát azért legördült néhány izzadságcsepp a körmendi halántékokon, homlokokon. Megint egy támadó lepattanó a nyíregyháziaknak, kifele jön bele Suárez. Johnson megint ellövi a hármast, benne van Henry keze, hogy nem megy, de eladja a labdát az égisz körmend. Suárez, ő is eldobja a hármast, nincs idő tökölni, ez biztos. Megint megvan a támadó lepattanó. Bryce, fél perc még. Johnson, ez már bent van. 21 pontos. Nigel Johnson. És egy újabb időkérés, 101-94-nél, ezúttal a hazai oldalról. Szenvedős meccs, egy mély gödörrel, amiben benne volt az égisz körmend a harmadik negyed végén, meg a negyediknek az elején. És ha nyilván nem is egy emberen múlt, de támadásban Jalen Henry pontos dobásainak köszönhető, hogy nem tudott ellépni a nyíregyháza, amely alaposan felszívta magát. Savic, White. Ott a falc Suárez-től met a kispadra, ő már kipontozódott ezzel, 22,9 van hátra, és ismét Malik White a büntetővonalon. Kéven Henry kap nagy tapsot, megérdemli. Leslie Gordon a pályán. White. Ezt is bedobja White, 19 pontos, és ezzel a második legeredményesebb körmendi pontszerző a 26 pontos Gordon mögött. Bent van ez is, 20 pontos White. És még egy időkérés. 103-94-nél.
elhúzták a nagy zászlót közben a körmendi B közében, de már húzzák vissza, hogy mindenki láthassa a végjátékot. Bryce engedi el a hármast, be is vágja. 25 pontos ő ezzel. 103-97. Stokes. 16,4 és egy vendégfal. Tovább húzódik a meccs. Még komolyan gondolják a nyíregyháziak, hogy van keresni valójuk. 6 pontos körmendi vezetés van, hát a 16,4 másodperc. Bedobja Stokes, 17 pontos. 104-97. A második is bent van, 18 pontos Stokes. Johnson, 105-97-99 Bazsó tempója után, ezzel ő is 10 pontos. White. És egy újabb part, 8,6 még. Gordon vágta előre, senki nem kapta el a labdát. Egy biztonsági ember passzolta vissza végül a játékszer. Malik White a vonalon, 105-99. Ez a büntető is bent van, 21 pontos White. Ez lejön, 26-ból 23 a mérleg a körmendi büntetők tekintetében. Johnson 106-99, és lejön Ferenc Csaba, és még egy falt. Ferenc még dobhat kettőt. Ledei faltolt oda. Előbb volt a síp, utána a duda. Úgyhogy Ferenc Csaba még dobhat, és ez sportszerűt lehiva, nem mintha lenne jelentősége, hiszen nincs folytatás a büntetők után. És sportszerűtlenje még nem volt Lödének ezen a meccsen, úgyhogy ilyen szempontból lényegtelen. 5-10 van még hátra, visszaállítják az órát. Ferenc bedobja, 16. pontját szerzi, tehát akkor még a körben bedobhatja a labdát. Kihagyja, de Ferenc Csaba nem tudja, hogy van még fél másodperc, hogy visszaállították az órát. Túl akart lenni az egészen. Mosolyog, mutatja, hogy bocs. És most már vége. 107-99. Ez a vége. Egy ideig irányította, kézben tartotta a meccset az egész körben, de a nyíregyháziak azonban nem hagyták magukat. Meg is fordították többször a meccset, de a végén volt erő és volt kitartás a körmendiekben, és végül behúzták az újabb hazai, tehát 107-99 nyert az Aegis Körmend a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks ellen. Egy kicsit körömrágós, egy kicsit idegeskedős lett ez a második félidő, de végül is nyert az Aegis Körmend. Február 5-én Pécset vendégszerepelnek a mieink, tehát most egy idegenbeli meccs jön, aztán majd utána jön az Alba Matthias Szolnerrel, de ne szaladjunk ennyire előre. Egyelőre munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Találkozunk a következő hazai mérkőzés után, majd viszontlátásra, viszonthallásra. Szerintem nem kezdtük rosszul a mérkőzést támadásban, sajnos a védekezésünk az még az elején annyira nem állt össze. Aztán amikor elkezdődött a második fél, ott egy kicsit szigorítani tudtunk, ott támadásban is tudtuk tartani a szintet.
igazából 99 pontot dobtunk, azzal idegenben van esélyünk meccset nyerni, sajnos a 106 kapott pont, az egy kicsit sok. Ha ezt redukálni tudtuk volna, akkor lett volna reális esélyünk. Nem is kérem mondjál, és azt fogunk hozzátenni kérdésként, hogy azért, hogy így alakult a vége annak erre a csapata, jól játszott. Összességében igen, valóban itt, amit Bruno is elmondott, hogy főleg az első negyedben volt a védekezésünkkel gondolom, úgy gondolom, hogy a másik negyed az már szó-szó, tehát az már hoztunk egy jó átlagot, és a második fél időben valóban feje volt, viszont 99 pontot idegenben nyerni kell, tehát nem szabad akármilyen jó erős csapat a körben, főleg hazai pályán, meg jó dobásokat választottak ki, nem szabad 106 pontot engedni, de mondom, ez főleg az első fél idő, hiszen az első ebben 35 pontot kaptunk, azt hiszem, az megengedhetetlen, tehát nem is akarom felszorozni, mert rosszul lennék. De csapat karakterét jól mutatja, hogy szépen visszajöttünk, vezetés is rá tudtuk venni, de sajnos ez nem volt elég. Itt, hogy a végén 106 pontot dobott a körben, nyilván az is benne volt, hogy még akartunk fordítani és faultoltunk, tehát megtettük volna, hogy 24-nél lepörgetjük az órát, és akkor 100 pont alatt kapunk, de annak csak statisztikai lett volna jelentősége. Annak örültem, hogy a csapat még akart nyerni, mert ez a mentalitás kell. Yeah, we won, so whenever we win, I'm pretty satisfied with it. Yeah. What is your opinion about the match? It was a tough game. You know, they're a pretty tough team. Offensively, they have great looks, great players. So I mean, it was a tough game, but we pulled it out. I think our coaching staff did a really good job of making adjustments, and then our coach made a really good call on the zone, which messed up the rhythm. So it was a really good coaching call by him. So it's pretty good. First of all, I want to congratulate Nile Hansa for the game today and generally for their participation this season in the league. I think they showed today is not by luck they make so many surprises in this season in the league and especially away. We was know from before it's very difficult game for us, especially when they play this team with the five players who can shot from outside everybody, and that's why we use in the zone. You know me very well, I'm not so fan of the zone, but today it was necessary, and sometimes the zone given the wins in the end of the day. For us, in this moment, in this period, it's important to win. Either in the third quarter, for us it wasn't so good, but it's extremely important. We win another one game. We are in the first four teams, and this is give us confidence for the next five last game of the regular season, when will be very very difficult. And the games away and the games home, we play against teams who fight for the same target like us. And this win today, they will help us, and of course, on Debrecen last week, they help us to have good confidence. For the next two games will be against Beks away and after here against Alba. Congratulations for another one time to my players. Congratulations for another one time to my two assistant coaches who make excellent job during the week. And from Monday we start work for the next game against Beks. Another one time, one very big thanks to our fans. Okay? Thank you. Thank you.